Sok szeretettel köszöntök minden kedves testvérünket, ismét találkozunk az ige mellett, és reméljük, hogy ez a mostani alkalom is áldásos lesz. A Péter apostol első levelét kezdtük el olvasni, már néhány alkalommal foglalkoztunk is az igével. Most a második rész következik, tehát első levél, második rész, első és harmadik verszaka. Akinél van Biblia, és kikeresi, akkor olvashatjuk együtt is az igét. Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irítséget és minden rágalmazást. Mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel ízleltétek, hogy jóságos az Úr. A Péter apostol levelében a megszentelődésről volt szó eddig is. Aki a megszentelődés útján jár, annak az életében van növekedés. Növekedés a szeretetben, a hitben, az alázatban, és hát sok-sok területen kell, hogy növekedjen a lelki életünk, a hitünk. Amikor megtérünk, akkor egy nagy fordulat következik be az életünkbe, személyes kapcsolatba kerülünk Jézus Krisztussal, a Szentlélek újjászül bennünket, új életünk lesz. Ez az újjászületés olyan, mint egy fizikai születéshez hasonlítható, legalábbis a Biblia nagyon gyakran beszél erről a kezdetről, hogy az ember életében, a lelki életében, a Krisztussal való közösségében van egy kezdet. És nem lehet megmaradni életünk végéig a kezdeti szinten, a csecsemő szinten, hanem növekednünk is kell. Pál apostol is a korintusiakat is intette, amikor azt írta nekik, hogy még kisdedek vagytok a tej italán, vagytok a keményebb eledelt, nem fogadjátok el. Tehát amikor új életünk lesz, megtérünk és újjászületünk, akkor egy kezdet, egy elindulás következik az életünkbe. A Szentlélek és az ige által újjászületett ember élete növekszik. A növekedésnek megállapíthatjuk azt, hogy két feltétele van, de annál több is lehet, de főleg ezt fogjuk kiemelni. Az egyik feltétele a növekedésnek a tisztaság. Jézus példázataiban is ott volt, hogy a szőlővesszőt is karban kell tartani, mert lesznek vadhajtások, azokat le kell metszeni, és egy megfelelő módon karba kell tartani, hogy termést hozzon, és hogy növekedjen. Tehát meg kell tisztulni az életünknek. A különböző bűnöket sorolta fel itt Péter apostol, bár ma nagyon sokan nem örülnek annak, hogyha a Biblia órán vagy az ige hirdetésben a bűnökről beszélünk, mert jobb szeretik az emberek, hogyha vidámabb dolgokról van szó, de hát a növekedéshez szükség van
arra, hogy szembenézzünk önmagunkkal, a bűneinkkel. Tehát itt felsorol Péter apostol néhány dolgot, amire hát kitérnék a bűnökkel kapcsolatban. Tehát itt az első versben ez található, tehát levetvén, tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irítséget és mindenféle rágalmazást. Erről egy pár szót fogunk most majd mondani. Tehát először is a gonoszság az egy nagyon általános dolog, de hogy valahogy az ember életében ott van, és sokszor beszéltünk arról Ágival, hogy vannak súlyos pszichiátriai betegek, és hát azért, hogy valaki pszichiátriai beteg és zavarok vannak az életében, ez nem jelenti azt, hogy gonosz is. Ugyanakkor látjuk, hogy nem csak a pszichiátriai betegek közt vannak agresszív, kemény, tomboló emberek, sajnos a betegség miatt, hanem az egészséges ember életében is van egy ilyen nehéz, nehezen érthető viselkedés, durvaság, gonoszkodás, a másiknak a kihasználása. Tehát ez egy ördögi dolog, a gonoszkodás. Aztán az áldogság, és ebben mindenféle dolog benne van, a ravasságtól kezdve mindenféle gonosz dolog, ami az emberi szívből feljöhet, a képmutatás, amikor többnek mutatjuk magunkat, mint akik vagyunk, vagy az irítség, és ott lehet az ember életében. Érdekes, hogy Jézus, amikor arról beszél, hogy az ember szívéből, a szíve mélyéről jönnek fel a bűnök, akkor az irítséget így említi, hogy a gonosz szem. Hogy a szem meglát valamit, meglátja azt, hogy valakinek van egy szebb ruhája, nekem nem olyan szép ruhám van, és hogy én is olyat szeretnék, mint a másiknak van, és hogyha nem, akkor hát elkezdem megvetni, meg gyűlölni, meg minden rossz érzések támadnak bennem. Én azért úgy gondolom, hogy itt ugye, ahogy kezdi Péter apostol, hogy levetvén azért minden gonoszságot, hogy ami utána következik, hogy azok a bűnök, amik az embert igazán gonosszá teszik, különösen az embert ember ellen lázítsák. Az egyik az álnokság. Az álnok ember az mindig a másiknak betart. Mert ez a lelkület fogva tartja, ez a gonosz lelkület. És nagyon komolyan meg kell magunkat vizsgálni, hogy mennyire vagyunk mi álnokok. Mást mondunk, mást gondolunk és mást teszünk. És ugye ezek ilyen nagyon rokon lelkületek, gonosz lelkületek, az álnokság és a képmutatás, mert hogy az álnok ember az képmutató ember is, mert hiszen szembe hízelgek, megdicsérgetem a másikat, közben pedig mindent megteszek azért, hogy betartsak a másiknak, ugye mai modern kifejezéssel élve, az álnokság és a képmutatás az testvérek. És aztán az irigykedés és a rágalmazás is, ugye az álnokság és a képmutatás és a rágalmazás, azok annyira szorosan együtt járnak, hiszen az álnok ember az a háta mögött kibeszéli a másikat, bemártja, mondanánk, vagy rágalmazza,
olyan dolgokat mond róla, ami a másikat rossz színbe mutatja, nem segíti, hanem sokkal inkább földbe döngöli, és a képmutatás és a rágalmazás is együtt jár, hiszen a szemébe nem mondom meg, hanem a háta mögött. Az irigykedés az egy olyan gonosz lelkület, amelyik megrontja az ember belső békességét. Sosincs békessége az irigy szem miatt, mert a másiknak többje van, mint nekem, úgy gondolom. Pedig ha az ő helyébe lennék, lehet, hogy ez a több semmit sem jelent a számára, de az én számomra egy olyan rossz lelkületet hoz elő. A ma emberének istene a pénz. Bár a századok, sőt ezredekkel ezelőtt is, a római korban is nagyon fontos dolog volt a pénz, amióta föníciaiak ugye föltalálták, azóta nagyon megromlott az ember, mert hogy az ember a pénzért még ölni is tud, és megromlanak barátságok az irigység miatt, testvériség, közösség, nagyon-nagyon gonosz munkát tud a gonosz ezzel a lelkülettel végezni. Az irigységgel kapcsolatban még Jakab apostol írt arról, hogy mérges és keserű irigység. Tehát egyrészt mérgez, megmérgezi a másik ember életét, a saját életét is, és hogy mérges és keserű irigység, ez eltorzítja az ember életét. És hogy ha már ezekről a bűnökről beszélünk, gonoszságokról, azért itt a Péter apostol első levele, második rész első verse így kezdődik, levetvén. Ezek szerint ezek a gonoszságok levethetők. És hogy ez a csodája az Úrnak, hogy az Úr az újjászületett embernek ad erőt arra, hogy ezeket levesse. Péter bíztatja a tanítványait arra, a hívőket, az újjászületett embereket, hogy le lehet vetni a gonoszságot, legalábbis ezeket a gonoszságokat meg lehet tagadni, és el lehet tőle szakadni. Jézus vére alá lehet vinni, és az Úr befedezi, és ugye az Úr nem csak megbocsájt, hanem új életet is ad, amiről itt ugye a következő versekben olvasunk, és már beszéltél is, hogy mint most született csecsemők. Még ezt a gondolatot, amit mondtál, hogy levetni, Péter apostolnak ez egy fontos kifejezése, hogy levetni, mert sokan úgy gondolják, hogy 20 vagy 30 évvel ezelőtt volt egy nagy bűnbánatuk, és akkor ott megtértek, minden bűnre Isten fátyolt borított, a kegyelem mindent eltakart, és hogy ezzel el van intézve. Erről nem kell beszélni, de aki szeretne lelkileg fejlődni, rájön arra, hogy vannak szennyesek, amiket nem kell hordani. Ugye, ha valaki egy hétig ugyanabba az ingbe jár, ugyanabba a gatyába jár, vagy hasonló, hát az bűzleni fog, és hogy fizikailag is rossz dolog származik belőle. Tehát levethető. Vagyis én dönthetek abban, hogy együtt akarok élni ezzel a bűnnel, hogy dédelgetem továbbra magamban ezt a bűnt, vagy pedig levetem, Uram, én most ezt átadom neked. Ez a hit lépése, hogy átadom ezeket a bűneket, amik a keserű irítséget, ami megmérgezi a család életét is, meg emberi kapcsolatokat, hogy én ezt, és hogy
hogy megvan írva, hogy mi lelki fegyvereket kaptunk, hogy harcoljunk önmagunk ellen. Pál, illetve a zsidókhoz írt levélben találjuk azt, hogy még nem állottatok ellent vérig, tusakodván a bűn ellen. Hát ez a levetés, ez a bűn ellen való tusakodás, ez egy ugye ilyen agonizálás, ilyen végsőkig komoly szembefordulást jelent ez a tusakodás a bűn ellen. Igen, én éppen a napokban éltem át, egy nagyon rendesen felöltöztem, valahova siettem elmenni, és az alkalomhoz illően. Hát van egy kedves kis jószágunk, egy kutyusunk, aki mikor éppen kimentem volna a kapun, odajött és megölelt, és az orrát úgy beletörölte a kabátomba, a nadrágomat is egy kicsit összepiszkolta, vissza kellett jönnöm, és le kellett vennem. Mert tudtam, hogy így nem lehet elmenni, nem magyarázkodhatom, hogy bocsánat, de hát tetszik tudni, az nem turhás, hanem hogy a kutyus ilyen nyálas volt. Sokszor az ember bele sodródik, belekeveredik gonoszságokba, amit nem akar, de amikor az ember meglátja, hogy ez egy gonosz dolog, akkor le kell vetni, és fel kell az Úr Jézus Krisztust öltözni. De hogy levethető a gonoszság, mert ha az ember megbánja, és az Úr tükröt tart, hogy milyen is vagyok, és az ő szentségéhez mérten méltó se vagyok, hogy megoldozzam az ő saruinak a szíját, ahogy mondta Keresztelő János. De hogyha megbánjuk a bűneinket, ha azok fájnak, és látjuk annak a gonoszságát, akkor magunk is szabadulni akarunk a szennyes ruhától. Mindegy az, hogy egy pillanat alatt szennyeződött be, vagy egy hétig hordtam, és azért lett szennyes, vagy mindig összepiszkolom magamat. Ez egy természetes dolog, hogy aki ebben a világban van, hogy összepiszkolja magát. És ezért mondta Jézus a lábmosás történetében Péternek, hogy nem maradsz meg, ha meg nem moslak, és a lábaidat kell csak megmosni. Én úgy gondolom, hogy a gonoszság levetése is így van, hogy le lehet vetkőzni, csak akarjam magam távol tartani a gonoszságtól, mert úgy érzem, hogy a levetkőzés, ez az én akaratom is kell, hogy levetkőzzem. Igen. És milyen nagy kegyelem, hogy le lehet vetkőzni. Igen, nem olyat kér az Úr, amit nem tudok megtenni. És mindjárt oda tesszük a másik oldalt, hogy ugyanakkor a Krisztus pedig fel kell öltözni. Pál a római levélben szintén hasonló gondolatokról ír, hogy levetvén, és hogy a Krisztust öltözítek fel, a Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Tehát felelős vagyok, mert a testemet táplálom a bűnös dolgok, tisztátalan, megördögi dolgoknak helyt adva. A növekedés egyik feltétele pedig a megtisztulás, a tiszta szív, a másik feltétel pedig az, hogy az embernek szüksége van a táplálékra. Ugye a csecsemőt is, hogyha nem táplálnák, akkor meghalna. A babának, ugye a kisgyereknek szüksége van a táplálékra, a simogatásra, a szeretgetésre, mert annélkül nem mennek a dolgok. De azért a kis csecsemőnek is szüksége van a tisztaságra. Ugye az első feltétel, akit az Úr újjá szült, ugye azt az ő elhívja a szent életre. És hogy a növekedésnek ugye az egyik feltétele a tisztaság. Ha egy csecsemőt nem raknak tisztába, akkor az a csecsemő a saját piszkába nagyon elfertőződik. Nem akarom itt most
ugye elemezni, hogy mi minden történik vele, de hogy ahhoz, hogy megmaradjon, és életképes legyen, tisztán kell tartani, és ha mi a hívő életben növekedni szeretnénk, akkor szükségünk van a tisztaságra, a megtisztulásra, a naponkénti megtisztulásba, a szent életbe fejlődni kell, és lehet, hogy amiket nem tartottam bűnnek, amikor újjászülettem, mert észre se vettem, azt a mai napon tudom, hogy nem kedves Isten előtt, és hogy az Úr ad a tisztaságban is fejlődés, mint ahogyan a kisgyermekből érett férfiú lesz, aki terheket tud viselni, és egészen másképpen látja az élet dolgait, mint gyermekkorba. És hogy a fejlődéshez hozzájárulnak ezek a szakaszok, a tisztaságban is az Úr meg tud szentelni bennünket, és látható lesz az Úr szentsége, a személyes jelenléte. Ez a legnagyobb, amire az ember vágyik, hogy a környezete megláthassa az Urat. Volt egy nagyon kedves kis fiatal tinédzser lány, aki megtért, és aztán jött nagy örömmel mondani, hogy hát a szüleinek is elmondta, és azt mondja, tették tudni, amikor az Úr Jézus kilátszik az ember szívéből, akkor a szülei is vágyakoznak a megtérésre. Hát ez a nagyon nagy dolog, hogy az Úr Jézus kilátszódjon, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus.